Igen, talán. Csak a színe. A világ más, de ugyanúgy. Minden Szentek és Halottak napja csak hétvégén lesz, de már szerdán is sokan érdeklődtek a koszorú és virágárusoknál. A legtöbben jövő héten keresik fel a temetőket, és igyekeznek frissen vásárolt díszeket vinni a sírokra, de vannak, akik akár éveken keresztül is újrahasznosítanak egy-egy színes növényt. Mindig visszavágom, nem kell minden évbe venni, hanem így lehet spórolni. A koszorúk eladási ára jelentősen drágult az elmúlt egy évhez képest. Most a legtöbb 3000 forint körül mozog, de találni még 1500 forintért is, de egyre kevesebb helyen. Pedig egy-két éve még 600-900 forintért is meg lehetett venni ezeket. Olasz Gyuláné azt mondja, hogy az azok alapanyagául szolgáló fenyő is sokkal többe kerül, mint tavaly. De felment nagyon az áruk. A tavalyi viszont megvettem a Norman fenyőt 1300-é, most 2600 forint egy bála. Úgyhogy mindennek nagyon elment az ára. A piacon egy másik árus is azt mondta, hogy drágultak a koszorúhoz szükséges eszközök árai, ez pedig a végtermékért kért összeget is befolyásolja. Neki szerencséje van, mert több olyan anyagot felhalmozott az utóbbi évben, amik a koszorúk elkészítéséhez szükségesek, így idén nem kell jelentősen megemelni az árait, viszont mindezek ellenére is tapasztal keresletcsökkenést. Keresett csökkenés van, de én nem változtattam árat. Próbáltam kigazdálkodni, hogy ne kelljen emelnem. Tóth Sándorné minden évben az egyik szekszárdi temető mellett árul koszorúkat Minden Szentek és Halottak napja közelettével. Ő is azt mondja, hogy idén inkább a kisebb darabokat választják a vevők. Koszorúból inkább a alacsonyabb árut, de épp most volt egy nagyon kedves kuncsaft itt, aki szépen bevásárolta a nagyméretű koszorúkból a középméretű, úgyhogy elég jól fizetett, örültem neki. A Minden Szentek és a Halottak napja előtti időszak egyébként kiemeltnek számít a virág és koszorúárusok között. Az éves bevételük egy jelentős részét ugyanis ekkor szerzik meg.